Na cchau! folytassuk a tegnapi videót a Márki Zajféle választási program, gazdasági programnak az értékelésével. Aki nem lát az első részt, a lényeg az, hogy a Kerülöm a, próbálom a társadalmi és a polgazdasági vagy a politikai kérdéseket kerülni, és inkább a gazdasági vonatkozás világítom meg, megfelelő kritikával, hiszen arra való egyébként szerintem a politik, hogy kritizáljuk és megvitassuk a szituációt, ne pedig vakon bólogassunk. Nézzük az első részt, tök hasznos lehet remélem. És akkor folytatjuk, az ötös pontnál tartottunk. Ugye ebben a programban, ebbe a 72 oldalas választási programba gyakorlatilag behozták a támogató pénzügyi szektort. Ami azt jelenti, hogy például megnevezése került tehermentesített bankszámlák, akkor szeretnének tehát mondjuk ingyenes számlát, megint előveszük a szegényeket, minimál béreseket, akik ingyenes basic számlát be. Még emlékezem most is van basic számla, vagy szegít az lenne a, a, nagy duvaj, hogy, hogy a tranzakciós adót meg ezt uh, így lehúzzuk. Ami egyébként szerintem szóval tökre rejté a mai pénzpiacon, pénz hogy, hogy tehát ha valós minimál keres, azért olyan nagy számlaforgalmat te nem generálsz, hogy, hogy én nem tudom, a bank, meg a rendszer, meg a állam csődbe menjen, mert mondjuk a tranzakciós illetéket, vagy utási költséget nem szedi be tőled. Szóval ez szerintem teljesen szürreális így ezen a ponton, de mindegy, ők ezt szeretnék, de azért a az hangsúlyozom, hogy a múltban is, ha valami termentesítettünk, az mindig azt jelentette, hogy a bank máson fogja behajtani. A bank sosem veszített. A bank az nem úgy működik, hogy ja, jó, oké, akkor ránk szóltak, akkor most már ingyenes. A bank az gyakorlatilag másra fogja. Például nem tudom, emlékszel -e, 2010-ben még volt, a, vagy 2008-ban el a bankszámla, ugye első lakás a első lakás hitelbank, vagy mi volt a neve, Ella ez a lényeg, ott gyak és utána abból lett az AXA bank, ezeknek volt olyan ingyenes számlája, ahol látra szóló betéti kamatot kaptál gyakorlatilag. Tehát nem hiszem, volt, hogy ilyen 4 ezer font jött a számlámra, úgyhogy csak a folyószámlám volt lekötés nélkül a pénz, látra szóló kamat. Több ingyenes volt minden, ingyen utaltál, ingyen bármit megcsáltál, aztán jött Rogán, erre nagyon emlékszem, hogy majd megmenti a magyar lakosokat a lehúzástól, onnantok onnantól kezdve vége, bye-bye ingyenes folyószámla, ami még fizet is, és akkor felváltotta a fizettem mindenért című folyószámla csomagok kora, és sajnos az elmúlt években nagyon jött jól szinten pénzügy, a magyar pénzügyi rendszerben, hogy a politika beszólt, hogy majd mi megmentünk valakit, mert ha megmentesz valakit, az általában úgy néz ki, hogy valaki másnak a fejére így rehálsz, azt lenyomod a víz alá, és akkor te úgy úgy vered más faszával a család. Ö, szerintem egyébként ilyen értelemben, ha a támogató pénzügyi szektorról szeretnénk beszélni, akkor struktúrás átalakításra lenne szükség, nem pedig ö, megint egy hangzó szeletet kivágni, hogy na majd most akkor, akkor kedves, szegény választó polgár neked ingyé lesz, hanem, hanem egy struktúrás átalakítás, egy szemléletmód, ö, akár oktatással, nem biztos, hogy a rendszert kell megreformálni, például a rendszert. A rendszer formálja meg saját magát. Lehet, hogy inkább azzal kell kezdeni, hogy pénzügyileg tudatossá tesszük az embereket, fel, olyan programokat, érthető programokat szervezünk, kötelezővé tesszük, hogy, hogy engem nézzenek a YouTube-on, és ezért én pénzt kapok az államtól, számlázni tudok, ha kéri persze ez nem felhívást keringőre, de, de, hát megvehető vagyok. Fiatal vagyok, és kell a pénz, de alapvetően mondjuk, hogy a, a, a érintett rétegnek is, meg a nem érintettnek is, eszébe jusson is az, hogy figyelj már, akár egy revolút számlával is, amit full ingyenes tud lenni, akkor mondjuk a hétköznapi vásárlásaimhoz használhatom, azt nem kell feltétlenül nekem OTP, meg nem tudom milyen bank, ilyen olyan költségekkel csináltam azt is, hogy van egy OTP és egy XY számlám, tök mindegy, oda jön a Fizum, azt fríbe feltöltöm revolut és Revolutot használom, mert tök kezdve fizettél egy havi számlavezetési díjat, vagy lehet, hogy azt sem mert akcióban mondjuk elengedték, és kész, nincs tranzakciós adó, nincs nem. Tudom, ez ilyen izé, népharagja, most ajaj, ajaj, ajaj hát de miért mondok ilyet? De ez is pénzügyi tudatosság szerintem, hogy a lakosság az, az elmozd egy idő után, on irányba, ahol neki gazdaságilag megéri vagy hogyha neki jobban megéri a magyar banknál vezetett számlát használni étközapokra, akkor meg ne akarjuk megmenteni, mert használja azért, mert ő azt mondja, hogy figyú, nekem nagy biztonságot nyújt az, hogy, hogy, itt oba garancia van, nekem hatalmas biztonságot nyújt az, hogy az MNB felügyeli, hogy a bank az alapvetően biztonságosabb sokkal, mint egy, egy hagyományos bank, mint egy revolút, de akkor a biztonságnak, meg ennek a garanciáknak az árát megfizetem, és én ezzel tisztában vagyok de legyen választás, hogy de lehet, hogy én tisztában vagyok, és nem akarom ezt megfizetni, és ekkor egy Revolut N26 és társai. Érted? Tehát, hogyha a pénzügyi és a képességeket növeljük egy országban, lehet, hogy a piaci verseny is kiélesüd, kiéleződik ebben a helyzetben, és ettől kezdve lehet, nem fogja a lakosság újongva örömmel elfogadni azt, amikor a, bank, a bankrendszer azt mondja innovációnak, hogy úristen, hát most már azonnali átutáláson, oké, okay, ez ezt, ezt volt, már évek óta tudja, jaj, most jön az applikáció innováció, húha, most már be tudod fagyasztani a kártyádat, yeah! az meg tíz éve tudja a Revolut. Tehát, hogy itt, itt nagyon sokan innovációt adnak el, amit én már 10 éve használok, vagy nem tudom hány éve, tök mindegy. Szó szóval ilyen értelemben lehet, hogy itt a struktúrán kéne gondolkodni, és nem a struktúrában. Hatos pontunk, hogy ugye fellépnek a tervezett elavulás tudatos alkalmazása ellen, ez vállalkozókat érint, vállalkozásokat próbáltam most kerülni, csak ez egy nagyon jellegzetes pont. Ugye mi az, hogy tervezett elavulás tudatos, alkalmazása, de gyakorlatilag egy nagyon jó példa, hogy, hogy egyszerűen veszek valamit, és akkor tudatosan szépen így, így, kivezetem a cégből, és majd veszek helyére újat. Nagyon leegyszerűsítve, Jobban megérinek egy, egy, egy termelő cégnek, ahol mondjuk milliárdok mennek, nem profit, hanem hanem forgalom, mert ugye ilyen forgalom mellett már álfajú meg, meg ugye is simán tudsz magadnak egy 40 millás mercit így belízingelni, mert egyszerűen az a kérdés, hogy akkor most adót fizetsz céges adót üzlet vagy a leasingdíjat, nyilván leasingdíjat, és én értem, ez is egyfajta tervezett avulás, hogy hogy oké, okay, akkor ezt én ki, kihozom mindenféle adók előnyel a, a leasingelő cégtől, mit tudom, két évre, és két évben a legújabb 40 millás autón van. Uh, nyilván, ugye, a márkizzaik, akkor gyakorlatilag azt mondják, hogy fellépnek a fogyasztói társadalommal szemben, a fogyasztói társadalom erről szól, egyszerűen minden tervezetten avuláltat, és, és az a vicces, hogy nem is a lakosság sokszor, hanem a cégek. Most egy nagyon példát, Airpods. Pont volt egy, egy amerikai csoport, ahol beírták, hogy gyakorlatilag a, a csak a apple az Airpods bevételei az majdnem annyi, mint a Netflixnek vagy a Tesla-nak a bevételei. Nagyon durva. Tehát Airpodsból majdnem annyit keres az Apple. És akkor mondtam, hogy of course, mert gyakorlatilag két évente elbaszódik az Airpodsomnak az aksia, meg a, a halló része, nem lehet javítani két te kell újat vennem. Hát így persze az meg, hogy, 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 ilyen jó nyereséget hoz. Ugye a tervezett avuláció. Tehát itt a Márki én azt gondolom, hogy nem a fogyasztói oldalon kéne itt kapirgálniuk, hanem a, lehet, hogy a gyártói oldalon. Lehet, hogy, hogy, hogy csak hát kicsik. Tehát valójában, baj Magyarország most azt mondaná az epülnek, hogy figyelj, ide, hogyha te olyan terméket hozom bizonyíthatóan, nyilván tesztelésekkel, meg, meg bizonyíthatóan ez két év után kuka, mert tervezeten avulsz, vagy a mosógép, amit érted, régen a hajdú mosógép 20 évig működött, most meg kb. 3 évente kell újat venni, tehát biztos a gyártók tervezett avulással építik ezeket a, pont a garanciai határidőn túl azonnal menjen tönkre című sztori. Nyilván azt mondja Magyarország, hogy jó, kap be, most egy Whirlpool, egy Apple, kiröhög, hogy oké. Okay akkor bekapom. Na és, tehát nyilván itt azt gondolom, hogy egy legalább minimum egy Európai Uniós fellépésnek kellene születnie ahhoz, hogy itt változást érjünk el. De, de ugye nyilván fogyasztói oldalon minden arra ösztönöz, hogy, hogy, hogy egyszerűen a cég eldobja a dolgot, megveszi, eldobja, és ez nem rossz. Mert mennyire rosszul hangzik, hogy, hogy a köcsög vállalatvezető 40 millás mercivel járkás mindig a legújabb. De gondolj már bele, ez, ez egy, ez egy, tápláléklánc, hogy ő kihozza a 40 millás autót, megfizeti annak a költségeit, amikor ő eladja két év múlva, hogy nem ő, vagy visszadja a leasing aki meg eladja, én is pedig így vettem az autómat, akkor már a 40 millás autót azt el tudja adni 28 millióért, mert ekkora volt a értékcsökkenése akkor valaki a Táplán következő szintjén meg tudja venni. És akkor így megyünk lejjebb, és akkor eljutunk odáig, hogy a raj gyerekek a 15 éves, 15 éves luxi merchow csapatnak, amit mondjuk 6 millióért vettek. Fénykorában 40 volt. Nyilván ez mindenre, tehát itt, itt nem csak most autó meg luxi dolgokról van szó, de, de akár egy, egy eszköz, egy laptop, hogy hogy megveszi a cég mondjuk a megbukott 1,3 millióért, egy év múlva ő azt elavultatja szépen, kihozza, mert neki jobban megér újat venni, és akkor valaki más, aki már nincs annyi pénze, hozzá fog jutni egy faszagéphez, csak nem egy háromé, hanem mondjuk 800 ezer, és így szépen haladunk lefele. Tehát gyakorlatilag egy-egy ilyen elavultatott termék a tápláléklánc különböző szintjeit nagyon szépen meg tudja etetni, és ez pedig a versenyképességhez járul hozzá, hisz hogyha nap végén, tehát egy én grafikus vagyok, és nekem rohadt fontos, hogy meg dolgozzak, de nincs pénzem megre, adott, mondjuk én belépő kategóriás kezdő grafikus vagyok, akkor tök jól jön, hogy mondjuk azt az 1,3 millás gépet, ami nekem kell a munkámhoz, az betom szerezni 400 ezerért. Oké, hogy több éves, de legalább indulni, és akkor fel tudom magam dolgozni ezen a ranglétrát. Tehát ilyen értelemben ez tökéletes, hogy a a avulálás, az, tervezett az, az elavulás az, az, káros, vagy nem káros, kontraproduktív, vagy nem. Nyilván ponton az, és környezetvédelmi szempontokból is talán lehet az, de itt meg, hogyha belegondolsz, hogy, hogy valójában most itt csak a, egy van szó, tehát nem arról van szó, hogy, hogy valakinek egyszer 16 számítógépe lesz normális esetben, hanem arról van szó, hogy, hogy mindig ugyanannak lesz a legújabb, mindig ugyanak lesz a másik legújabb, stb. Tehát, és akkor hogy néha cserélődnek a, a a szintek. De talán fogyasztói társadalom szempontjából is jobb az, hogy egy megbuk az, az megél 3-4 gazdát, ez a tervezetavulással a vállalkozói szektorból, és onnan kimegy a magán, mint hogy minden szereplő, aki még egy ilyen láncba érintetlene, megvesz az újat és újat. Megy ponton, akkor ugye generáljuk a hasznát, és akkor az, amit csinálsz, hogy a kenned, felteszed a polcra. Uh, nyilván van, ami viszont um, tervezett elavulásban már egy rosszabb sztori. Azt gondolom, hogy az ellen úgy tudsz védekezni, hogy adóelőnyt biztosítasz a cégek számára, hogyha megtartják. Bár mondjuk az is, hogy most oké, okay, be beírom a könyvelésbe, hogy jó, meg van tartva, és ugyanúgy kihozom az újat tehát hogy, hogy ez, ez nem annyira egyszerű szerintem. Nem biztos, hogy hangzatos csak, hogy, hogy átgondolt de írd meg kommentbe, hogyha te ezt másképp látod. 7-es szigorú fogyasztóvédelmi rendszert szeretnének behozni, ugye nyilván háromsorban nem lehet ezt írni, hogy mit, én nagyon támogatnám egyébként, ö, volt, vettem múltkor a Best egy ö, brown, egy brown borotvát, szakálvágó, szakálvágó, meg ilyen, vettem, nem a legolcsóbb volt az bevallom, hanem <laughs> majdnem a legdrágább. És így hazavittem, Három hét múlva már szar volt. Tehát konkrétan húzta a szakállam, nem is vágta rendesen. Visszavittem ekkora feljel, ekkora feljel. Ügyfélszolgálat van, akkor kérném vissza a pénzt. Ja nem. Nem, hát ők ezt elviszik megjavítatni. Mondom, ne haragudjál, de ez egy hibás termék. Tehát, hogy én nekem, ne hozzám, el, mert én most beadom neked, elvisze, ez ezer kézen át fog menni, abba össze-vissza tapizzák nekem egy, egy brand new terméket, ne tapizom már vissza, össze mindenki, össze-vissza, de mondom, meg ezen túl lendülök, de, de így megyünk egy kör. Mondja, és mondja a csaj, hogy hát 6 hét múlva kapom vissza. Milyen 6 hét kis csillag? Hát én, 6 hét alatt érted, dős embernek fog kinézni, nem, mint hogy amúgy nem. De hogy, hogy azért vettem, hogy borot most akkor 6 héten, vagy akkor vegyek még egyet, azért, mert 6 héten nem tudok borotválkozni azzal, amit vettem. Tehát már itt van a fogyasztóvédelemben szerintem egy abszolút egy egy, 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 érdekes dolog, hogy mi, tehát hogy ez a megjavíthatóság, hogy hogy így, így, így de neked kell, tehát azért fizettél valami, meg kell, hát, hát biztos, legyen biztosítva az, hogy akkor kérem vissza a pénzt, és, és ott álltam letodgatjával, mert hiába mondtam a jogomat, meg mindent, így leszarták, meg általában egyébként azt vettem észre, itt is ilyen, húsz éves kis csillagokat állítottak oda, azt se tudja, merre van az előre, és ez egy meg kell, így néz rám, hogy jaj, hát nem tud mit tenni, hát bazd meg tegyél. És az a durva, hogy nem tudsz, tényleg nem tudsz mit tenni, ha csak nem indulsz itt fogyasztóvédelmi eljárást, indítasz, és akkor gyakorlatilag az időt, és életenergiád elmegy ezzel, és akkor felteszed a kérdést, hogy most megérte egy 30 ezeres borotva. Na mindegy, belementem a játékba, 6 hét múlva visszakaptam, hogy van, most már jó, hazavittem, egy hétig jó volt, utána meginnem. És azt mondtam, hogy kész, elfelejtettem. Ö, el, kész, feladtam. Visszavittem, nagyon mérges voltam, már, már majdnem ordítoztam, hogy mondom, akkor kérem vissza. Nem, ők nem adják vissza a pénzt. Akkor megint szerviz, mondom, álljátok a picsába. Megcsináltattuk megint, azt mondom, odaadta valakinek már. Mert, tehát érted? És hogy nyilván ebbe ez tök egyszer meg lehetne fogyasztóvédelmi rendszert rendszabályozni. Hogy nem, ha hibás a termék, akkor nekem ne javítgassuk, hanem igen, én új terméket vettem, tehát csomagol, bontatlan. Oké, okay, bontatlan újat kérek. Vagy hogy azt mondják, hogy az árát kérem vissza, mert nem bízok meg bennetek, akkor kérem vissza az árát javítgatni akar. Javítgasson, és vigye a másodpiacra. Vigye az outletbe, írja ki, hogy ez egy outlet termék. De, de nehogy már a, a gyártá rossz gyártási folyamat az én problémám legyen. Tehát például lehetne, szerintem a fogyasztóvédelem egy kicsit erőteljesebb, mert, mert vicc, ami egyébként itt zajlik. Üm mindenki találhasson magának tisztességes munkát, Stahanovista, ugye, a jeligére. Hát az igazság, hogy ezért egy jelenleg is adott. Én vég, lehet, hogy nagyon polgárpukkasztó vagyok, de, de, de amúgy azt mondom, ha hú, rekord alacsony a munkanélkülségi ráta. Olyan szintű munkaerő hiány van ma Magyarországon, és persze mondhatod, hogy jaj, persze, mert csak az infósokat keresik. Nem. Tehát mindenkit keresnek, tehát a építőpartól kezdve a kereskedelme mindenhol, mindenhol ki van írva, felveszünk, 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 mert rohadtul nincsen ember. Tehát aki egy ilyen környezetben évek óta nem talál magának munkát, az vagy azért van, mert fokozottan hátrányos helyzetű, őt tegyük félre, mert ő egy. egy, ő, tehát ő egy ez egy olyan csoport, akiket szerintem az államnak támogatnia kéne, a társadalomnak támogatnia kéne, mert mindannyian keretünk abba a helyzetbe, és ez egyfajta sors közösség. Őket tegyük félre. És van egy réteg, akit meg akar így fogni a politika, hogy téged is támogatunk, de valójában egy a kérdés, hogy valóban a rendsz, a munkaerőpiat, meg a szabályozása hibás az, mert valaki nem talál egy éve munkát? Nem lehet, hogy neki kéne valamit változtatnia? Nem tudom, kérdezem. De én nagyon meglepnék, hogyha most így ledobnék egy követ, nem találnék munkát. Jó, most mindenki magából indul ki, de itt az ilyen fel online közösség Facebook csoport, és fontos azért kapom itt a visszajelzést, mindig interjúvalok mindenkit, hogy na, meló, hogy áll, meg hogy van, meg fizuomes, és tökéletes az a két kétfajta válasz létezik. Az egyik, hogy persze, hát kértem, kaptam. A másik meg, jaj, minden szar, úgy kapok, meg jaj, jaj, jaj. A fejbe kell változtatni. Uh, 9-es pontunk ugye a lényeg magasabb béreket berakni, elvileg most ide is fogok egy, egy képet berakni, csak ezt ez, ez, ez fel is írom magamnak 16-20-nál, vagyunk, hogy nekem keresgetnem. Tehát ide ugye, hogy a magasabb béreket szeretnénk, de hát mihez képes magasabbakat, ugye? Nyilván ugye mindenki átlagkeresetet szokott mondani, itt, itt lesz ugye a kép, hogy hogy a median kereset, bezeg a median kereset, mi a median kereslet? Hogyha egy 10 fős csoportba keresnek 1, 2, 3, 4, 5, 500 ezeret, meg meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor 11 fős csoportba 6 meg 100 ezeret, a median kereslet, kereset azt mondja, hogy akkor 100 ezeret a median kereset, tehát ez a leggyakoribb érték. Még az átlag kereset azt mondaná, hogy 300 ezer az átlag. Hát jó, nem annyi, de nagyjából érted. Ú, nyilván ezért szokták a átlag jövedelemmel fényezni magukat a politikusok, és hát a mediánt meg ezért követeli nagyon sok ember. Ú, alapvetően, ugye berakok egy másik képet, 2020-ig találtam statisztikát, sajnos KSH adat. Hogyan látjuk azért ez? ez tehát a medián kereset is jelentősen növekedett az elmúlt években, folyamatosan nőtt ezt hozzáteszem, egy 0 százalék, soha nem volt szinte 0 az infláció, ezt hagyjuk, de egy, egy, nagyon jó inflációs környezetben nőtt, azaz a növekményből többletet tudták generálni, és egyébként a jelenlegi válságunknak ez okoz az hogy nagyobb problémáját, hogy pénzbőség uralkodik a piacon, és egyszer az embereknek több pénze lett, többet fogyasztottak, ugye, elkeresett kínálat. Nyilván ez még tényleg hozzá a gazdaságot, meg covid de arról mindjárt lesz még két szó. Szóval alapvetően ez volt a, tehát egyre több, tehát hova, hova akarunk még többet? Uh még többet pakolni nyilván egyébként tökéletes, hogy minden ö, munkaerőpiac előre jelzés azzal számol, hogy még idén is két számjegyű lesz a növekedés az átlag jövedelemben, nyilván medián meg ilyen 8% környéki lesz szerintem előreláthatóan. Tehát növekedésre számolunk, persze lehet jobban növelni minden, de, de, de ez inkább nekem úgy tűnik, mintha jelenlegi vonatra felülnénk, mintsem egy, egy ö, rendszer szintű megoldást nyújtanánk. Ö, de hogyan is, ö, hogyan is hogyan nyújthatunk rendszer szintű megoldást, amikor ez okozza magá részben az inflációt? embereknek több pénz van a zsebébe, plusz jönnek az állami ösztönzők, ugye, plusz a világgazdasági helyzet, pénzbőség van a piacon, a jegybankok, úgy reagáltak a Covid-ra, hogy ugye az egyszer, mindenki le hogy nyomatják a pénzt, a vállalkozásokat, a vállalkozásoknak a pénzt, adóelőnyök, stb. 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 Tehát pénzbőség generálódott a piacon, ami azt jelentette, hogy az emberek többet akartak költeni, a több költés nyilvánvalóan megnövekedett keresletet jelent, megnövekedett keresletre a kínálat pedig áremeléssel fog reagálni, tehát ugyanaz a pénzért már kevesebb dolgot tudok venni. Ezt tessék a fejünkbe vésni. Tehát amikor, amikor amikor, ja, bocsánat, hát az elmúlt tíz évnek a pénzügyi szárnyalása így a világ nyugati felén, ugye tőzsde, stb., ez mind-mind pénzbőség. És akkor most ilyenkor jön a márkizai, és az a megoldás, hogy akkor inflációt hogyan kezeljék, hát szor az infláció, növeljük a béreket. Hát az, 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 olyan, az komolyan olyan, mint hogyha én nem tudom, el akarnád altatni a gyereket, és szteroidot, mint egy koffein szteroidot nyomnál így a torkán le, hogy pus, egy doboz Red Bullt adnál a gyereknek, akit éppen altatsz. Tehát, hogy, hogy, hogy mi fog szinte történni, hogyha a piac megneszeli, hogy az emberek nem még több pénz marad a zsebébe. Hát várjál, gondoljuk, egy-kettő-három, mondjuk egyszerre, egy-kettő-három, infláció. Tehát itt, itt, itt ritkán látom azt, hogy így elpirul a kereskedő, hogy ú, ember, annyit szedek, húzok be a lakosoktól, a emberektől, hogy á, már-már ne, 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 nem kell a több pénz. Tehát hogy ez egy eléggé rossz kezelése a, a helyzetnek. Ö, jó, oké, versenyképességet szeretnének javítani, ez egy tök érdekes kérdés, hogy mi az a versenyképesség egyáltalán, kinek a szempontjából kell javulni a versenyképességnek. Ugye mi a versenyképességnek egy nagyon, nagyon közérthető, meg, tehát a definíció, hogy a versenyképesség javításának a kérdésköre, Kérdezzel, tedd fel annak a kérdés, nyilván mindenki felteszi, hogy a német aldiba miért kell -e sokkal többet a ember, mint a magyar aldiba? Vagy hogy német gyárban miért, mint a magyarba. Rohadtul pofon egyszerű a válasz, mert rendszer szinten a egy órára vagy egy percre lebontott megtérülési rátája a német dolgozónak annyival magasabb, mint a magyarnak. Egy perc alatt annyival több értéket állít elő a saját munkájával, noha ugyanazt csinálja, mint a magyar, mint a magyar. Ez rendszer szintű probléma. Ez nem a, nem a emberről szól, a rendszerről. Nyilván azért, mert hogy a, ő a munkája, hogy felpakolja a polcot, utána jön valaki, aki meg megveszi azt, amit felpakol. Nyilván ott ugye a fogyasztói kosár az nagyobb Németországban, ők erősebbek az emberek, többet költenek, tehát többet ér az, hogy én pakolgatom a polcot, mint itt. Nagyon lebutítva. És akkor ugye szeretnénk javítani, de, de tök érdekes, mert Magyarország, ugye itt volt egy ilyen mondat egyébként, hogy legyünk Európa éléskamrája. Hát valójában egyébként mi most kamraként funkcionálunk, inkább tárolónak, mondanám, ahova besúvasztja a nyugat a, a szarját, aztán, aztán majd oldjuk meg. Tehát gyakorlatilag az van, hogy, hogy a magyar gazdaság nagyon erősen nyugat termelés orientált, multi -orientált, hogy ide jön ugye a multi, a, és mi egy ilyenfajta nyugatnak a összeszerelő üzeme vagyunk. Mi vagyunk az az ország még, aki már nagyon így a periférián, a prérin van, uh, itt még nagyon olcsó relatív a munkáról, de még EU-s jogbiztonságban. Tehát nálunk keletebbre ugye jön majd Albánia, Szerbia, ott valószínűleg még olcsóbb lenne a munkáról, vagy Ukrajna, de de viszont a jogbiztonság az nem olyan lenne, mint például az unión belül. És éppen ezért, ugye, ez a elemzés szempontjából azt mondja például egy Audi, egy Mercedes, hogy figyelj már, nekem még most megéri idejönnöm. Na már most, ugye, ezen a ponton idejön letelepül, és akkor az embereknek ad egy x forintot, és az valószínűleg jobb lesz egyébként önmagában is, mint amit mondjuk tegnap keresett egy másik gyárban. És akkor hogy ugye elkezdődik egy ilyen léti húza egy ponton már ugye megszokja mindenki, hogy itt van. A Audi gyár mondjuk, és hogy itt ennyit fizetnek, és húha, és akkor hogy elkezdődnek a, a, emberek már de kaphatnék többet, meg hogy a német Audi is az miért kap annyit, én meg miért nem, és az a vagy egy ponton a versenyképesség az, az nem növekszik, hanem romlik, mert hogy a, a az Audinak a profit a lényeg. Tehát ő nem, nem, nem azért ide, hogy az országot. És hogyha azt látja, hogy figyelj már, hát itt az Audi és a magyar Audiba dolgozok, annyi pénzt követelnek, mint a német Audiba, akkor felteszi magának a kérdést. Hát akkor miért helyezni ide? Jó, nyilván adóelőnyök egyébként hozzáteszem, de hogy miért helyezni ide a gyárát, tehát ennyivel a Németországban is lehetne, és akkor legalább ilyen társadalmi presztízs hozna meg mindenki, éljenezne, hogy igen, ez egy igazi német cég. De helyett mit fog csinálni? Összecsomag a gyárját, és megy keletebbre, addig a pontig, amíg még olcsóbb lesz a munkaerő, de még jobb biztonságot szavatolnak számára. Tehát én értem, nekünk kifejezetten szarhelyzetet teremtene, hogyha a szarhelyzetet fog teremteni, a Európai Unió a következő bővülési köre hagyját, ez meg fog valósulni, mert akkor ott olcsó munkerő, EU-s jobb biztonsággal, hát akkor bye-bye Audi meg társai, mert mennek tovább. Mert szóval megéri ilyen üzemelés mellett. terjeszkedni. Szóval, szóval szól, hogy ez teljesen kontraproduktív tud lenni, de nyilván lavírozni kell, mert egy ponton meg az sem engedhető, hogy itt rabszolgaként dolgozzanak a magyarok nulla, nulla forintért. Tehát nyilván itt azt a az egyensúlyt kell eltalálni, ahol még produktív tud lenni az egész, hogy még jól kere, tehát meg jó pénzt kapnak az emberek hazai viszonylatban, de még az Audinak megéri, de közben ugye az árfolyam az még megfelelő. Ö Egyébként hozzáteszem, hogy jelenleg a magas árfolyam pont a, pont a multiknak kedvez, akik mondjuk euróba számítják a büdzsét, ugye? És akkor, hát mert ugye az autóját is euróba adja, és akkor tulajdonképpen ő ugyanúgy 1000 eurót küld, csak, csak az névlegesen ma már nem 330 ezer, hanem 380 ezernek tűnik a magyar vörkernek vagy tűnne, mert valójában ő majd forintba kapja a fizúját, tehát ő 3.30-at, az az Audi-nak elég könyvelésbe nem 1000 eurót, hanem nem tudom, 850 eurót lekönyvelni, ezt nagy mennyiségben azért képzeld el, hogy tehát így most nő egy kicsit a versenyképesség egyébként az országnak, mert hogy ugyanaz az euróért, bocsánat, kevesebb euróért tudsz dolgoztatni. Effektív. Ez addig érdekes, amíg ugye mi forintba vagyunk, erről mindjárt lesz szó, és nem euróba, mert ott már egy érdekes helyzet fog létrejönni, uh, amit én félek egyébként. Tehát ugye, uh, oké, okay, ösztönzök, jó. Tehát, uh, tötötötötö, ugye mindig az a kérdés, hogy ugyannyiértól kell jobbat előállítani, vagy drágában tudom-e ugyanazt nézőpont kérdése, tehát ezzel óvatosan kell bánni, és én úgy abszolút láttam a, 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 kormányzati politikában a rációt, hogy ezeket a cégeket idehozták, egy csomó kedvezményt kaptak, amit a mi fizettünk, adófizetők, hogy, hogy a cég ide jöjjön, de cserébe egy régiós fejlődés vette kezdetét, tényleg minden értelemben, infrastruktúráis fejlődés, egyértelműen, ahol letettek egy-egy ilyen nagy gyárat, ott, ott nagyon megindult a pia, minden megindult, és, és gyakorlatilag ez többet hoz a konyhára, mint az, amit kapnak ezek a cégek kedvezményként. Nyilván minden ilyen kis, kis királyfiál munkat viszont elkaszálná, hogyha ezek a cégeknek euh, nagyon öntöltösen, nagyon, nagyon drága lenne a, a magyar munkerő. És ugye a versenyképességet lehet úgy is mérni, hogy legyenek képzettebb embereink, okosabb, jobb, szebb embereink, csak azt kell felfogni, hogy egy ponton, az is kontraproduktív, mert ha túl lakos, túlképzett a lakosság, akkor megint ott vagyunk, hogy a, hogy a bizonyos betöntött munkára nem akarsz 8 diplomás vegyészmérnököt, vagy nem tudom, mérnököt felvenni, tehát ergo, megint ott vagyunk, akkor nem, a, nem tudják megtalálni a, ezek a gyárak, vagy ezek a cégek azokat a munkervállalókat, akiknek szükség van. Tehát ő nem akar 8 diplomás munkabért fizetni valakinek, akit beállít a, a gyártósorba egy betöntött munkára, de viszont a 8 diplomás az meg követelni ezt mert hát ő nem ezért tanul természetesen. Tehát itt a versenyképességet ezt nagyon jól be kell állítgatni. Ö, jó, hát igen, akkor itt volt egy ilyen, hogy, hogy ö, igen, közféra béremelési programot szeretnének. Én azt gondolom erről, hogy igen, tehát... Át, tehát rendszer átalakítás kéne, hatékonyabbá kéne tenni. Tehát, tehát nyilván ugye az, hogy Ennyi közférában dolgozó ember van, ez szürreális és, és hülyesség. Nagyon sok folyamatot, én most rengeteg dolgot intéznem kellett a közférába. Figyelj, 90%-át online egyszerűsítve meg lehetett volna oldani, de nem, neked be kell menni, hogy gizikének legyen munkája. De ezeket kéne egy kicsit úgy átalakítgatni, nagyon erőteljesen, hogy gizikét visszaküldeni szépen a, a munkaerőpiacra. így akkor megszűnne a munkaerő hiány egyébként. Valószínűleg gizikese 180- 800 ezeret keresne, hanem többet. Csak megjegyzem halkan. És akkor neked is az életenergiád visszatérne, mert, mert akkor online el tudnál szinte mindent intézni, ami tök jó lenne. Ebben egyébként van, van fejlődés, abszolút érezhető, csak hát ezt lehetne gyorsabban is, és jobban is csinálni, én abszolút támogatom. Közféra ugye, tehát az, hogy a tanároknak, orvosoknak, ápolóknak, nagyon fontos, mert mindig az orvosokat támogatjuk, de baszki, egy kórházban, orvosokban a legkevesebb. Rengeteg olyan személyzet van ott, akik nélkül nem működne az egészségügy, és őket vagy mindig elfelejtjük. Bölcsödé gondozónők. Évtize, egy évtizeden kezdve nem nagyon volt béremelésük, mert hogy ő, ő csak lesajnál bölcsödi gondozónő. Nem az meg, ő az a, az a szakképzett, nagyon fontos munkerő, aki a te szépen egyengeti, amíg te termed a GDP-t. Rohadtul meg kéne becsülni. Tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy nagyon meg kéne becsülni a tanárokat, mindenkit, tényleg mindenkit, mert a munkájuk elengedhetetlen a társadalom fenntartása és jövője szempontjából. Tehát akkor ez nevetséges, hogy, hogy ilyen ébérért dolgoznak. Neve, tényleg nevetséges. Én, én kérek elnézést tőletek az ország nevében, hogy ezt nem tudtuk megoldani. Ezt, ezt, meg kell oldani. álláskeresési járadékot szeretnék 9 hónapra növelni. Eh, nem, tudom, hogy néha, úgy érzem, hogy itt nem arról van szó, hogy egy új politikai irányzat jön, hanem itt arról van szó, hogy hogy ma akkor ne én szedjem a pénzt, hanem teszed a pénzt. Tehát, hogy, hogy honnan jött, hogy, arra kéne ösztönözni a álláskeresőt, hogy nem az, hogy betobozódjon kilenc hónapra, hogy ja, hát ráérek, meg nyilván a kötelező üléseken részt veszek, hát megkapom a járadékot, el vagyok vele, nyilván nem a szinten, de, de ugye, ha ezt hozzápárosítom a minimálbéresek országát, meg hozzáteszem, hogy ez nyilván feketén is lehet dolgozni, akkor kijön az, hogy hogy lehet, hogy az lesz, hogy itt lesznek a kilenc hónapig munka, hivatalosan munkanélküliek, akik azért feketéből dolgozgattak itt arra kéne ösztönözni, hogy rohadtul pörögjön a piac, és, és, igenis találjál magadnak akár három hónap alatt melót, és igenis, ha kell, akkor adjál az igényeidből, és igenis, akkor kezd el magad átképezni, tehát hogy, hogy, ne az legyen, hogy te csak egy dolgot legyél hajlandó elvégezni, hanem, hanem hajlandó legyél változtatni, fejlődni. Tehát ez egy, ez egy halva született ötlet ez a kilenc hónap. Én értem a társadalmi emócionaltást a sztori mögött, de, de de alapvetően ezt, ezt teljesen kontraproduktívnak tartom, és az ellen a kapitalista termelési von irányzat ellen megy, ami ma, ha tetszik, ha nem hajtja a világot. És ez egyébként csak jelzem, hihetetlen mértékű. Öm, hihetetlen mértékű költségvetési terhet is jelenthet, ha ez így elbúrjánzik. Aztán majd persze behozzuk, ha mondjuk ők lennének meg, megválaszva, be tudnák vezetni, aztán majd 3-4 év múlva majd kivezetjük, mert hogy hát ez így nem volt jó ötlet. 11-es pontunk, a munkavállalók járul járulék befizetéseinek egy részét felnőtt képzési egyéni számlákra helyezzük át, ezt a pénzt a munkavállaló tudás karbantartó tartó tudás megújító képzésekre hívhatja le. Na, hát alapvetően ez egy tök jó gondolat. Ez egy jó gondolat, bár nagyon atyáskodó, mert azt feltételezzük, hogy a munkavállaló magától ezt nem teszi meg. Tehát, hogyha az ő zsebében maradna a pénz, ezt nem teszi meg. Ez egyfajta állami kafetériának is nevezhető. Na hát, ilyenkor készülnek fel szépen a, a tudás, a felnőtt képzési központok, akik úgy lefognak téged húzni meg a rendszert, mint állat, nagyon jó példa, kedves feleségemnek ö, csinált a kis nem, XY képzés, direkt nem akarom elmondani, melyiket ma, akkor még a végén megbuktatják, most az az áruvizsgálja, és egyszerűen nem, felnőtt képzés, nem kevés pénzt fizettünk be, és konkrétan olyakat csinálnak, hogy egyik nap, mint a megvan hittet, hogy kedden van az oktatás, online mondjuk, meg Covid, és kitalálják, hogy a ja, jó, ugye, és mit tudom, bocs, szombaton, mert hogy felnőtt képzés, tehát nyilvánnak köze dolgozok. És akkor kitalálják, hogy jajó, jó most nem, hanem akkor kell, így szólnak aznap reggel, hogy a ja, nem most, hanem akkor mit tudom én hétfő kor Tehát ilyen szürreális az egész. Vagy most azt csinálták, hogy kedden lett volna a vizsga, és nem, csütörtökön lesz. Az volt a vicc, a meg ment szülni. Tehát, hogy jó, vagy de így volt tervezed át szülés, nem tudsz tervezni, de hogy gyakorlatilag benne volt, meg, vagy bocs, péntek lett volna a vizsga, és hogy péntekre volt kiírva. Tehát neki a ked még megoldható lett volna, a péntek már nem, mert ő már kórház volt. És csak úgy tudod, ja, és most és akkor is szült, hülye vagyok. És csak úgy tudod, kezeltek el, hogy futott rengeteg kört, a külön ő az eredeti időpontban levizsgázhasson, ami meg volt de. de azt is úgy, hogy ott kellett vitatkozni az asszisztenssel, mindenkivel, majd egyszerűen basztak a felnőttkezési központ, felvenni a telefont, basztak segíteni. De volt olyan is ebben a központban, hogy, hogy így, így, így megkérdezte, hogy oké, okay, és hogyha mondjuk így a szülés miatt nem tud megyen a vizsgán, amúgy minden teljesít, akkor ugye van-e lehetőség, nem tudom, milyen pótvizsgára. Mondták, ja, persze van, de az nem csak vizsgadiat kell fizetni, hanem teljes képzést újra ki kell fizetni. Tehát, hogy, hogy, és ugye ilyen értemben nem is volt érdeke ennek a felnőtt képzési központnak az, hogy a kedvezményt adjon, vagy megengedje, hogy újra vizsgázhatsz pótvizsga, pótvizsgadíjjal. Nem, neki az az, ő abban volt érdekelt, hogy akkor mindent előről. És ez hihetetlen sok pénz. Tehát itt az a baj, hogy a rendszer rohadtul szabályozatlan, és a felnőtt képzési központok olyan szinten visszajelnek a, a, helyzetükkel. Én néztem, én mondtam, hogy figyelj, én bemegyek, és majd én intézkedem. nem engedett be valamiért, mert én, én ezt, ezt nagyon földkörüli pályára álltottam volna, nagyon gyorsan az ott levőket, nyilván jogilag, meg, jogilag megspékelve, mert, mert, ez nevetséges. Tehát itt azért, te, ne felejtsük, itt, itt te fizetsz egy szolgáltatásért, nem is kevés pénzt, akkor szolgáltassanak. Ne pedig egy ilyen aláfölé rendelt viszony legyen, hogy Összeted a két kezet, hogy egyáltalán hajlandóak valamire. Ráadásul az oktatás is olyan színvonalú, hogy a, a feleségem segített a, a diákoknak megérteni, mert ő ezt tudta, mert ebbe dolgozott, uh, amit tanul. A, a többiek meg nem nagyon értették. Ma a tanárra baszott megtanítani. Tehát a tanár az fogta ilyen, több, felolvasott, olyanok voltak, hogy kezdetek el, mit tudom, a számít, a vizsga. Mit tudom, két nappal később vizsga van, és konkrétan nem vették még a számítási feladatokat egy nagyon komoly rendszerben. Nem vették. De nem. És akkor szóltak neki, hogy de tanárnő, hát mikor veszük? Ja, mitől, következő héten veszük a számítást. De tanárnő, hát holnap után ebből fogunk vizsgázni. Ja jó, értitek? Tehát, hogy ez nem oktatás. És az, én attól félek, hogy, 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 hogy tőkét irányítasz a szígyát, Ilyen szinten, az, az a, ha nincsen mellette megfelelő szabályozás, akkor, akkor ennek az lesz a vége, hogy, hogy egyszerűen így, így létrejönnek, ugye még több fejlődkezési központ rohadt, sok, és rohadt nyerességes lesz, de, 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 sérül a Sérül már megint a lényeg, hogy, a, hogy, meg legyenek tanítva a diákok piaci alapon valami újra. És ilyen értem inkább azt ösztönözném, hogy több maradjon. Hát mikor most magamnak beszélek el, mert ugye az inflációt pörgettem, de Alapvetően nem biztos, hogy atyáskodni kéne az emberek felett, vagy hogyha ma atyáskodunk, akkor viszont rohadtul ellenőriztetni próba, próbatanulókkal folyamatosan, hogy megfelelő minőséget teljesítenek -e ezek a felnőtt képzési központok. Mert nélkül ez is csak egy ilyen feneketlen kút lesz, mint Magyarországon kb. minden következő pontunk, most már sietek, mert mindjárt, úristen, ez már lassan podcastnek kéne lennie, támogatjuk azokat a vállalkozásokat, amelyek pályakezdőket foglalkoztatnak, kiemelt figyelmet fordítunk az 55 év feletti munkavállalók és a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének munkaerőpiaci javítására. Segítek, úgy lehetne őket helyzetbe hozni, hogy például ezt a védett kor meg védett pozíciókat rohadtul kiviszed a rendszerből mint ahogyan itt a, a, nőkkel kapcsolatban, és ez a terhesség kérdés, ezt megoldani máshogyan. Én, mint vállalkozó, szabályosan fáznék attól, hogy 55 éves kor feletti embert felvegyek. Lehet, hogy ő lenne tök alkalmasan a melóra simán, csak tudod, egy ponton ő belép egy védett korba, és nem tudom kivágni. Tehát, ha szart csinál, se tudom kivágni, és az egy olyan balansz, ami visszafogja a vállalkozásomat. Ugyanez elmegy a nő szülni, volt ilyen ismerősöm, konkrétan négy puját így előtt 10 év alatt, tehát, hogy a év folyamatosan mindig volt gyesgyed, izé, nyilván az költség ugye a cégnek is egy ponton, és akkor tíz év után elavult tudással, mert semmi tudás nem volt, nyilván megváltozott a világ azóta, visszajött, és a cégnek vissza kellett vennie. De hát tíz évig ugye nem az a a szék, hát ő felvettek más embert, és akkor ő dolgozott és akkor ott volt a cég, hogy ő kötelező visszavenni, és akkor ilyenkor jön a tilitól, hogy akkor visszaszem a másik poziba, akkor direkt el lehetetlenítem, hogy húz a picsába. Tehát, hogy ezekkel kéne ezekkel az ilyen balanszokkal valamit kezdeni, mert, mert, ezek azok az ijesztő dolgok szerintem, ami miatt ezek a csoportok rohadtul hátrányba kerültek. Nem, tehát biztos, hogy a rendszer szinten kell ezt átalakítani. Na már mindjárt vége kis kitartást kérek. Az alacsonyabb keresetűek adóterheinek a csökkentése, minimál... igen, csökkentése. Erre felírtam, hogy hát a minimálbéresek országába, országában, ez, ez, nagyon, nagyon szimpatikus, hiszen könyve, tudod, ez a mennyit keresek. A mennyit keresek? Tehát azt írjuk be a papírra, amit akarunk. A magyar nép lelket egyébként értsük meg, hogy miért történik ez, hogy minimálbéresek országa, meg hogy mindent próbálunk magunknak megtartani tőlünk a történelm során folyamatosan mindent is elvettek. Nézd meg, privatizálták a magányúdi Nyilván az soha nem volt egyébként a miénk, az egy, az egy marketing politikai bullshit volt, hogy magányúdi pénztár valójában a köteles elvont részt vitték át egy egyéni számlára, azzal mi alapvetően nyugdíj nem rendelkeztünk. Olyan volt, mint mintha betettük volna az állami nyugdíjba, de ny nyilván mégse ilyen volt az íze. De, de, elvették. Elvették, és az nem tudja senki, hogy hol van. Ö, elvették, ugye most lásd a Sperbankot. Ö, és akkor apropó spárban kártalanításnak hogyan kéne zajlania, megjegyzem, hogy ugye az oba kártalanított 100 ezer euróig, tehát itt azért nagyon sokan megkapták a pénzüket, és alapvetően azért viszonylag gyorsan lezárult a folyamat. De 100 ezer euró felett gyakorlatilag ö, cégek mentek csődbe. Önkormányzatok azért nem mennek csődbe, akik ott vezették a pénzüket, ma az állam most segít. De van olyan cégek, mint ő 170 millió forintja volt ott a cég életének a profitja. És akkor így hús, kapsz 36 milliót. És akkor így, tudod, így elvettek mindent. És nem, a magyarok nem bíznak meg a rendszerbe, de miért nem? Mert a rendszer folyamatosan átbassz őket. Hogy kellett volna ezt a kártalantást? egy bank sokféleképpen mehet csődbe. Ha a rossz üz gazdálkodás miatt teljesen érthető az, hogy a oba, izé, van egy keretösszeg, amit szerintem meg kéne emelni, hozzáteszem. De Azért valljuk be, hogy háború miatt a mi életünk, vagy ritkán mennek csődbe így bankok. Az, hogy a szomszédban háború van, az, hogy a Sperbank nem azért ment csődbe, mert ő rosszul gazdálkodott, kifejezetten stabil, jó portfóliója volt, tőkerős volt Magyarországon. Ő azért ment csődbe, mert az Európai Unió hozott egy gazdasági szankciót Oroszországgal szembe, és az orosz cégekkel szembe, és a Sperbank is akár szembe, és az osztrák Sperbank, aki a magyar cének az anya vállalata, egyszerűen fizetésképtelni vált. És hogy a fizetésképtelni vált, a Magyarországi Sperbank egy nagyobb letétet kezelt a, a anyacégnél, így nem tudta lehívni, és ebbe a percben a magyar is csődbe ment. Ez egy olyan ráncreakció volt, ami hogyha nincsen okra, orosz konfliktus. Vagy az EU nem hoz ilyen szankciót, amire ezek nem tud számítani, ezekre senki nem tud, akkor ez nem történt meg. És azt gondolom, ezen a ponton az Európa, tehát az elsődleges kártantási forrás az az oba, meg hát nyilván minden országban a saját ö, alap, biztonsításvédelmi alap. De ha hoz az Európai Unió egy gazdasági szankciót egy másik országgal szembe, ami miatt betől egy ilyen szerű a, a például Sperbank, a pénzügyi stabilitás helyreállítása és a pénzügyi bizalom helyreállítása véget, mert mi történt utána? Már itt mindenhol megjelentek a cikkek, hogy még kik fognak Magyarországon csődbe menni. Tehát a bizalom helyreállítása miatt kutya kötelsége lett volna az Európai Uniónak egy alapot létrehozni, amiből százszázalékosan kártalanítják a károsultakat. Százszázalékosan az oba feletti rész az Európai Unió és a Magyar Állam, de leginkább az Unió, mert az egy közös döntés volt, tehát igen, a németeknek, a francia, mindenkinek részt venni és ugyanígy, hogyha a németeknél történik egy ilyen, akkor a magyaroknak is részt kell venni, részt kell mindenkinek arányosan venni, mert ez egy közös érdek volt, egy olyan viszmajor helyzet, amire már nem lehet felkészülni, de viszont az egy ilyen szintjén az cseszhetett, hogy ja, bocs, hát hús 300 millió. Miért? Nem, most, 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 itt van, pörgettél. Tehát ez nem gazdasági racionalitás. Na mindegy. Tehát alapvetően ugye egész visszatérve a márkiekhoz, hogy, hogy alacsonyabb keresetűek adóterhek csökkentése, hát ez lesz, figyelj, most lecsökkented minimálisan az adóterheket, mi lesz, mindenki minimál lesz megint. Tehát, nem mindegy. Úristen, 41 perc. Jó, már nem csak dupla videót, tripla videót ebből, már csak kettő van. Az igazságos vállalati adózás a a nagy multinacionális vállalatok Magyarországon megtermelt nyereségükből nagyobb részben járuljanak hozzá a közszolgáltatások fejlesztéséhez. Hát igen, erre mondtam, az versenyképességnél, hogy ez egy pontig fog működni, egy ponton túl pedig álmodik a nyomor, mert egy ponton túl azt mondja a multi, hogy főleg, ha megterti főleg a gyártósor, hogy hát akkor megyek arra, megyek másik országba, hol ezt nem kell. Ez kontraproduktív lehet alapvetően. Az, hogy a nagyokat megadóztatod, az nagyon sok baj lehet. Már nagyok azért a nagyok, mert rohadtul profitorientáltak. Nagyon óvatosan kell ezt. Ilyen nyílt hadüzenetet szerintem. Magyarország nem hirdethet a multik ellen, mert jelenleg minket a multik tartanak fenn a víz felszínén, ha tetszik, hanem majd, ha lesz termelőiparunk, majd, ha lesz releváns mezőgazdaságunk, majd, ha lesz, 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 lesz egy hátterünk, akkor majd mondhatjuk azt, mint mondjuk a franciák, vagy bárki, hogy kapjátok be multik. De amíg mi belőlük élünk, addig vagy valamilyen szinten, addig, addig ezt nem mondhatjuk. Um, jó, hát és utolsó eurót éven belül. Oké, okay. ezt már mondták egy párszor. Szerintem amúgy kifezetten egy szarhelyzetet idézne elő. Persze most tök jó lenne, hogyha euró lenne, mert hogy akkor nem inflálódna szét a forint, nem menne az árfolyam, de azért ez nagyon fontos, ezt értsük meg. Most az inga kilenged, de a forint Magyarországnak versenyelőnye tud lenni. Versenyelőny, amikor a a nyugati cél, a múltikkal tárgyalunk, hogy miért jöjjön ide, árfolyama tud, a, a árfolyama tud dolgozni a jegybank az infláció ellen. Most ez nem biztos, hogy működik, de valamiért nem tudom, azt hiszük, hogy a, kitalálunk mi magyarok valamit, akkor annak mindig működnie kell. Nincs olyan, hogy nem. Az elmúlt években valami mondjuk lehet, hogy működött, most éppen nem működik, huha. Szóval el kell fogadni, hogy azért van, amikor működik, van, amikor nem működik. De, de alapvetően azt azért lássuk, hogy, hogy, a, hogy a forint árfolyam, az egy olyan eszköz az mnb a kezébe, ami, amivel ő tud dolgozni. És hogyha ezt elveszük és lesz euró, lesznek előnyei, lesznek hátrányai. Csak a hátrányok lehető végzetesek lennének a jelenlegi állapotában a gazdaságnak. Tehát itt még egyszer, a euróról akkor beszéljünk, hogyha rendszer szintű átalakítás megtörtént. Jelenleg ezt már szintem két évtizedel se kezdtük és akkor most lehet, 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 reszelni a fingot, de, de, de ez így, 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 karcsú lesz. Szóval ez, ez a véleményem hogy jelenleg a programról. Öm, direkt kritizáltam, de nyilván egy csomó jó pontja, mert én egyetértek, egyetok érteni, látok is benne a realitást. Öm, én azt, gondol, azt, kérem, hogy gondolkozzatok, nézzetek utána, és ne csak, ne csak, az ilyen politikai cikkekből tájékozódjatok, mert, mert az úgy kevés lesz. Értsük meg, hogy mi miért történik, és néha merjük azt mondani, hogy ez szar, de lehetne szarabb, és akkor inkább a kevésbé szar. Uh, válasszuk. Mert ne ígyjuk azt, hogy nem lehet mindig nyerni. Vannak helyzetek, amiből mi nem tudunk, csak, tehát nem az a választás, hogy nyersz vagy nem nyersz, hanem hogy mennyire szar. Ha tetszett a videó, ha így lájkot, oszd meg barátokkal, ha szeretnél, akkor gyere az EFN online pénzügyközösség Facebook csoportba, trollmentesen beszélgetni pénzügyekről, ha tudok neked segíteni, főleg hitelek, belakáshitel, egyedi kamatokkal, stratégia, kapcsolatrendszeremmel, akkor írjál e-mailt alul, és akkor megnézzük, mit tudunk egymásból kihozni. Szép napot kívánok! Szia!